Szavaztok, csá! Nem lehet kimondani azt, hogy Kalamajka, mert akkor egyből az jut eszetekbe, hogy szakítottak a zenészek és ilyesmi. Azt a kurva eget, ilyen létezik gyerekek, és ezzel valaki játszik. Csábításból jelesse randi játék lányoknak. De cuki! Már ebben most mi történik itt? Gyerekek, mi történik itt? Dik az csábításból jeles, szádba lóg a nyeles. Ez mi? Gyerekek, most csinálunk egy ilyen, hogy mondjam, tehát minden takon csapkodóban van egy ilyen fogatlan dinoszaurusz fogsorra rendelkező luvnya, aki egy hosszú lépésre úgy lecumman, hogy fütyülni fogsz, mint a kávéfőző. Tehát ilyet fogunk összekloffolni, oké? Okay? Remélem, hogy nincs benne kuffantás, bazd meg. Jó van, mentor, csihagyj lesz, üljél le, stabil oldalfekvésbe feküdjél, jó? Hát nyugtasd le magad a picsába. Jézus! Jézus, ki van már őszíve az idegtől, mert sok pont a villanyszámla, legyen ez. Én ezt adom. Mi a szemeim? Ez mi a fasz, gyerekek? Hát ez biztos valami dzsinátót ez a vadállat. Még borvirágos az orra. Te ez be van tintázva, mint a vadállat. Folytatás. Jézus, megszereztem az aranyizét, meg mindent, wow! Szia, üdvözöllek a csábításból, jelesen! Sino Mimi a nevem. Azt hol adták? Sino Mimi, elmagyarázom neked a játékszabályokat, készen állsz? Hú, bazd meg! Van kész vagy, mint a mazeg lecke. Úristen, de jó! Gyerekek, olyan csábítást vágok, bazd meg, hogy mindenki levetkőzik. Nézzük a szobámat. A szekrény. Dik, mik vannak itt? Még nincs szekrényünk. Város. Gyerekek, ez komolyan játszik ez-e valaki? Ha már flörtelésté tartunk, biztos találkozol egy helyes srácszal. Errefelé adok néhány tanácsot. Most el fogok csávítani egy fickót. Mai világban már két kapura kell játszani. Úgy látszik, mindegyikünk megvan a maga szokás, a kedvenc helye, általában ugyanott találod meg őket, persze nincsenek mindig egy helyen. Vannak, akik könnyen megtalálta, lehet, hogy nehezebb őket elcsábítani. Húha! Szétlököd a kerekeket, az jó idő. Ez a Cousin Royale új játék mondja. Ha mondj ilyen. PUBG, csábításból jeles. Lecigizlek egy izéért, hallod? Egy bandizsért lecummantalak! Úgy lecigizlek, hogy belehalsz! Nézek is valami jó kis ehhez a játékhoz élő kiegészítőt! És szerintem meg is találtam! Készen állsz a csábításból jelesre? Várjatok, még van itt egy kis kiegészítő! Hát igaz, ezt meg is értem, mert... Gyerekek, ki fogom sorsolni a búcsúfiát, amit nektek hoztam? Vajon kié lesz? Ma kié lesz ez a nyalóka, gyerekek? Szopó Phantom már rágta volna, mint gyerekkoromban a cukrot. Látod ezt a kütyüt a jobb oldalon? Igen, ez az esélymérő, amikor veszik. Menj már a faszba, esélymérő! Régen egyébként a férfiak udvaroltak a nőknek, nem? Szuper, próbáljuk ki, menj vissza a jobb oldali helységbe és válts egy készült haverommal. Hú, bazd meg, most benyomkodjuk itt a nagy kukit. Hú, ez egy csávó? Ugye úgy vagy a csávítása? Én Dimitri vagyok. Örvendék a tálalkozásnak. Hú, Dimitri, mekkora léhet a névó palcad? Én is örülök, hogy megismerhetlek, Dimitri. Hát én nem, csak a kérdésemet akartam feltenni. Rákegyen meg, Dimitri! Udvariasabb módja is vannak, hogy tudás valakivel, ha zavar. Mindegy, szóval epizódok végén randizhat... Azzal a sráccal, aki legtöbb az esélyed. Alig várom, hogy benyomkodják a bőrkupot. Mindig a döntéseidnek megfelelő alakul a történet. Ha elhívnak randizni, még nem biztos, hogy nyert ügyedben. Az illető pasi ízlésének megfelelően kell felöltöznöd. Hú! Jól kell válaszol a kérdéseidre, a sikerül. Gyerekek, ez milyen szánalmas! Dik, hát ebben a játékban a gágyi udvarol. Ha sikerül, hogy odatettél, akkor hanyat vágod magad és rojtosra. Hallod, úgy széjjel bombáznak, mint üzbék taposogta a határba a budit. Mindent értek, köszönöm. Jól van, gondolom, pasitást tetszeni fog. Aha, júj! Nagyon jó lenne egy kis pacsitás. De találkozol majd kevésbé szimpatikus szereplőkkel is, akkor bebaszunk neki egy olyat, hogy a briost vágunk a szeme alá, felborul. Oké, nézzük. Következő. Kér tanácsot a nénikétől. Hát igen.
ő már sok kolbát rángatott. Akkor próbáljuk ki, menj vissza a jobb oldali helyiségbe, keresd meg a szobrot, amit rajzolóan csináltam, majd gyere vissza. De ez ilyen kancsalcsa csücsoró. Az egyik nagyobb, mint a másik. Egy nagy nyalókát, ami fasz alakú, ami segít. Most én vagyok a tündérkereszt anyátok, és ez a jutalom! Adott nekem 100 pontot. Hú, de menő! Jézus, az első napod! Dík, ki ez a csüngő csücsüköldök szöszös öreg lány? Kelet-német! Gyerekek, ez a mai streamer, ezt az öreg lányt fogjuk kisorsolni. A köldökéből kül meginnátok a tekilát. Kedves Jersey atya, üdvözlöm a Sweet Amoris... Sweet? Én már az vagyok egy Sweet. Remélem hamar beilleszkedik majd, igyekszek, bazd meg. Menjünk az udvarra, gyerekek, bezünk be. Ó! Oh! De ki ez? Gyerekek, kiégek. Komolyan ezek a fickók? Tehát, hogy ez az ideális. Értelek. Anyád, Jackie, érzetted? Fia, úgy vagyok, keresek valakit, aki körbevezette. Itt a pasink. Hallott, harántfekvésben van benne még a bundás kenyér az ebéd óta, lehet azért nem jöttem be neki. Bele kéne szarni abba a táskában, nincsen? Jó nagy gittet beleverni. Lenne meglepetés. Újra itt van a hipnózis fejű. Dick, nem tudsz kölcsön adni, amit... Tarháljunk. Nincs pénzed, nekem van még valamennyi, tessék. Na, gyere, majd leszúmantalak téged is. Én az idős úrboltjában csináltam a városban. Hú, megyünk a városba, juhú! Igaz, nem sokat tartanak jó fejnek, hát... Mit mondjunk? Úristen, de gáz, már ezek kiégek komolyan. Hú, vehetünk egy ilyen izét, vágódeszkát. What is this? Úristen, nagyon durran a csábításból jeles. Én leszek a provident, néneket haver, a kezes. Látom, hogy mindent beves. Igen, az a film, köszi Magdi! Tenél. Szarnom kell, nincs nálad egy papír. Hallod? Úgy kell szarnom, mint a pelikán, úgy fosok már két hete.